Sziasztok! Ebben a videóban folytatni fogjuk az előző videóban megkezdett témát, amiben arról beszélgettünk, hogy ahhoz, hogy el tudjunk adni valamit, akár magunkat, akár egy terméket, akár a vállalkozásunkat, ahhoz meg kell tanulnunk az ügyfél fejével gondolkodni, és arról beszélni, ami az ügyfelet érdekli, ami az ő életében fontos. És ezen a vonalon átvezettük, ugye egy tízlépéses rendszeren keresztül odáig, hogy lezárjuk az értékesítést. Azt a tíz lépést ugye lehet használni weboldalon, prezentációban, vagy hogyha személyesen értékesítesz, és az első két lépésről szeretnék kicsit bővebben beszélni, ugye ez a vágy és a probléma volt, ami gyakorlatilag az ügyfél élethelyzetéről, életéről szól. Említettem, hogy a vágyak és a problémák is, de én most a vágyak oldalára fogom megközelíteni a kérdést. A vágyak egyfajta ilyen Ilyen rétegekben helyezkednek el. Hogyha ezt szemléltetni szeretném, akkor ezt a mellettem lévő ábrán látjátok, hogy hogyan kell ezt elképzelni. Gyakorlatilag arról van szó, hogy a közepén, a legbelső rétegben állhat mondjuk a termék, és a terméknek egy tulajdonsága. Ez lehet például egy laptop esetén, hogy i 7 processzora van. Oké, okay, de miért érdekelné az ügyfelünket az, hogy i 7 processzora van? Miért fontos neki az i processzor? Azért, mert ettől a laptop gyorsabb. Ez már egy termék előny. Ugye az előző termék tulajdonság, ez egy termék előny, hogy gyorsabb. Oké, okay, de tegyük fel a kérdést, hogy miért jó az az ügyfélnek, hogy gyorsabb a laptop? És ez lehet egy többféle indok. Lehet, hogy például azért, mert... Mert így, hogy mivel a laptop gyorsabb, nem fog rajta szaggatni a legújabb játék sem. Ugye ez már egy olyan vágya az ügyfélnek, amire, amivel fel tudom kelteni az érdeklődését, hiszen őt valószínűleg, hogyha ő játszik mondjuk az legújabb játékokkal, akkor érdekelni fogja egy olyan számítógép, ami nem fognak akadni a játékon, játszani akar. És ezt lehetne továbbvinni, és feltenni még egy miért kérdést, hogy oké, okay, de miért lesz jó, hogyha nem fog akadni a számítógép, miközben játszik? Azért, mert ő lehet majd a legjobb a játékban, végre tud együtt játszani az ismerőseivel, és összességében a miért a kérdésekkel a végül el fogunk jutni oda, hogy egy boldogabb életet fog tudni élni. Így épülnek fel ezek. Nézzünk még egy, egy másik példát, mondjuk egy pénzügyi példát. A Baba kötvény esetében azt mondjuk, hogy mondjuk nem tudom, 5%-os, kamatra számíthatunk hosszú távon, oké, okay, ez, ez, ez a termék tulajdonság, ez miért jó? Azért, mert a gyerkőcnek több pénz fog összegyűlni, tehát pénz, több pénz a, a termék előnye, és ez miért jó? Azért, mert amikor a gyermek majd mondjuk egyetemre szeretne menni, akkor egy drágább egyetemre is be fog tudni kerülni, mert azt is finanszírozni fogják nekik a szülők. Ez már az életre vonatkoztatott tényleges vágy, amivel el lehet kezdeni egy beszélgetést például egy olyan ügyfélnél, aki nem is hallott még soha a babakötvényről, de az biztosan érdekli, hogy hogyan tudna a gyermeke jobb egyetemre bejutni, anélkül, hogy többet kellene félretenni, ugye? De itt adja magát a kérdés, és én ezzel küzdöttem nagyon sokat, hogy jó, jó, de meddig menjünk fölfele ezeken a rétegeken, hogy az ne legyen túl sok. Ugye, ha mondjuk egy pizzát szeretnék eladni, erre van egy, egy weboldalam, és te felmész a weboldalra, rendelni szeretnél egy pizzát, és ott meg kell nézned egy 10 perces videót, amiben arról beszélek, hogy milyen szuper lenne, hogyha megehetnél egy pizzát a haverokkal, mennyivel boldogabb lenne tőle az életed, akkor valószínűleg becsuknád, és mondod, hogy úristen, ez mi ez, én csak rendelni akarok végre egy pizzát, hagyjál már ezek, ezekkel engem békén, ugye? Tehát adja magát a kérdés, hogy honnan indítsuk el a gondolatmenetet, mennyire menjünk fel ezekkel a miért kérdésekkel a következő vágy szintre. Ezt készítettem egy másik ábrát, amiben pedig azt látjátok, hogy a termékeket, szolgáltatásokat megpróbálhatjuk egy ilyen koordináta rendszerben elhelyezni, attól függően, hogy a kínált előny amit kapni fog az ügyfél, az, az a jelenben jelenik meg, vagy a jövőben jelenik meg, illetve az, hogy az élmény, amit nyújt, az pozitív, vagy pedig negatív. Mondok néhány példát. Például, hogyha egy Maradjunk a pizzánál, pizzát szeretne valaki rendelni, akkor annak a jelenben lesz eredménye, és egy nagyon pozitív dolog, hiszen szeretjük a pizzát, ugye? De lehet, hogy a jelenben van eredménye, de nem pozitív, például elmenni egy gyantázásra, ugye, amikor tudod, hogy ez így fájni fog, igazából nincs kedved elmenni, de tudod, hogy utána jobb lesz, ezért vállalod ezt a kellemetlenséget. És vannak azok a termékek, amik pedig a jövőbe mutatnak, és ezeket általában sokkal nehezebb egyébként eladni, ami, ami például egy, egy megtakarítási számla. Ugye ennek igazából a jelenben csak negatív hatása van, éveken keresztül félreteszek pénzt, azért, hogy majd a jövőben legyen egy lakásom, vagy, vagy el tudjak menni valahova, meg tudjak csinálni valamit, vagy valami célt el tudjak érni, tehát a jövőben lesz pozitív hatása, de egészen addig nekem kvázi szenvednem kell érte. De a jövőben pozitív hatása van, és akkor van egy, egy másik példát, például a biztosítás, az pedig olyan, hogy ráadásul a jövőben lesz hatása, de még az is ráadásul egyébként negatív olyan szempontból, hogy igazából ugye, mondjuk kockázati életbiztosításnál nem akarunk meghalni, nem akarunk erre gondolni. Az egész folyamat olyan, olyan macerás, negatív, és még fizetnem is kell érte. Tehát ez egy kifejezetten nehezen eladható, vagy nehéz termék, amit, amit, amit viszonylag sokat kell beszélni a, a, vágyról, a problémáról, hiszen az egész a jövőben játszódik, és nem lehet csak úgy eladni, hát nézd csak itt egy kockázati életbiztosítás, mi lenne a megvennéd. Ó, tényleg, de jó. Ugye ez nem olyan, hogy így megy az ember, és akkor csak irány, hú, figyelj, ott egy tök jó kockázat életbiztosítás, vegyük meg. Ugye, mindig egy cipőnél mondjuk ez, ez, ez teljesen reális, Életbiztosítást azt nem fogunk így vásárolni, szükség van arra, hogy átbeszéljük, átgondoljuk, hogy átgondoljuk, hogy megértsük, hogy miért fontos. És például az edzést, azt beraktam így középre, mert egyébként az valakinek pozitív, valakinek negatív, valaki szeret edzeni, valaki csak azért szenved kvázi, hogy mondjuk lefogjon, és a hatása is ilyen középtávon fog érződni, de nem azonnal. Érdemes ezt így átgondolni, hogy ezen a koordinátorrendszeren a termékedet hova helyeznéd el, a termékedet szolgáltatásodat. Minél inkább a jövőbe mutat, és minél inkább kényelmetlen, kellemetlen, valószínűleg annál többet érdemes beszélni a, a vágyakról és a problémákról, hiszen annál több motivációra van szüksége az ügyfélnek, hogy elinduljon. Ez azt jelentheti a gyakorlatban, hogy például, hogyha maradjunk annál, hogy egy nyugdíj célú megtakarítást akar valaki eladni, ami ugye távol van a jövőben, akkor lehet, hogy érdemes egy, egy külön cikket írni arról, hogy milyen a nyugdíjhelyzet, mit lehet tenni ez ellen, megmutatni a számítást, hogy egyébként, hogyha valaki elkezd félretenni, akkor mekkora vagyont lehet összegyűjteni. Lehet, hogy erről egy, pre, egy prezentáció során, a prezentációnak az első egy órája az csak arról szól, hogy milyen a nyugdíj probléma, és az, hogy ezt hogyan érdemes magánvagyomból, magánnyugdíjként megoldani, megvalósítani, és ennek a, az életnek a felvázolása, hogy mi van, hogyha nem kezd el megtakarítani, és milyen életet ér, érhet el, hogyha elkezd megtakarítani, hogy akkor szabadabb lehet, hogy akkor lesz pénze, biztonságban lesz, a családját tudja támogatni, az unokáival tud lenni, hosszabb életet tud élni. Ezekről beszélni, statisztikákat mutatni, és nem a termékről, mert itt a termék igazából egy, egy részletkérdés kvázi magát, a jövőképet, a motivációt kell eladni, és a termék az csak utána fog jönni, ugye, amikor már egy szinten mélyebbre megyünk, tehát ezeken a vágy rétegeken megyünk egyre mélyebben, és a legtöbb ember, mondjuk egy nyugdíj megtakarítással kapcsolatban ott tart, hogy így fogalma nincs róla. Nekik el kell mondani, hogy igenis nem lesz nyugdíjad, igenis, vagy kevesebb nyugdíjad lesz pontosabban, igenis el kell kezdeni megtakarítani, mert egy jobb jövőt érhetsz el, és utána, amikor ezt megvan, és azt mondja, hogy tényleg meg kéne takarítani, utána jön a kérdés, hogy na jó, de mibe? Ugye, és akkor már egy, egy másik probléma szinten vagyunk, egy másik vágy szinten vagyunk, ahol, ahol az a kérdés, hogy melyik lenne a legjobb megtakarításom, szeretném megtalálni a legjobb nyugdíj megtakarítást. Oké, és akkor elkezdhetünk erről beszélni, de előbb beljebb kellett vinnem egy vágy réteggel gyakorlatilag az ügyfelet, hogy el tudjunk kezdeni a nyugdíj célú megtakarításokról beszélni, hiszen előtte ez őt nem foglalkoztatta éppen. Ugyanakkor ez mondjuk egy pizza, pizza esetében, az lehet, hogy ennyiben kimerül, hogy így mutatok egy képet egy, egy baráti társaságról, a képen pizzát eszik, és ez a honlapon megjelenik, de már ott van a gomb, hogy nézd meg, hogy milyen pizzáim vannak. Tehát, hogy ez így iszonyat gyorsan lemegy, gyakorlatilag egy képet mutatok, és és a feelinget átadtam, már mehet is a, a pizza rendelés. Hogy mutatok egy gyönyörű szép képet egy pizzáról, és na, nagyjából így a, a vágyrészt le is tudtuk, mert a terméket akarja megrendelni minél gyorsabban, minél Oké. Okay? Még ide azt is érdemes egyébként megjegyezni, hogy az, hogyha olyan terméket árulsz, amit nehéz eladni, ami a jövőben mutató, akkor az egyébként egy lehetőséget is jelent, ugyanis kifejezetten a jövőben mutató dolgoknál lehet azt csinálni, hogy olyan emberekből építesz vásárlói közönséget, akik jelenleg még nem érdeklődnek a termék iránt. Úgyhogy ha mondjuk egy fényképezőgépet akarsz eladni, akkor nagyon nehéz felkelteni valakinek az érdeklődését arra, hogy milyen jó lenne fényképésznek lenni, nem? Milyen szuper élmény lenne fényképezgetni. Ez úgy baromira nem fog betalálni, vagy nagyon kevés ember tudsz ezzel megtalálni. Mert fényképezőgépet az vesz, akinek fényképezőgépre úgy igénye van. Vagy nem tudsz rávenni, nem tudom, embereket, hogy milyen szuper lenne pizzát enni minden este, ugye? Hanem hanem így, aki pizzát akar venni, az pizzát fog rendelni. nagyjából erre olyan nagy ráhatásod nincs. Ugyanakkor, hogyha olyasmit adsz el, ami a jövőbe mutató, akkor a mögé tudsz tenni egy eszmét, egy célt. Ott el tudod kezdeni elmagyarázni a, létjogosultságát a, létjogos a termékednek, és magáról a problémáról, a vágyról írni cikkeket, közösséget építeni, a tudatos nyugdíjtervezőknek, azoknak, hogy akik, akiknek a nyugdíj cél, az problémát jelent erről. Tudsz beszélni, szakértő tudsz benne lenni, és ezáltal szépen bizalmat tud építeni, majd, hogy amikor eljutnak oda ezek az emberek, hogy nyugdíj célú megtakarítás, akkor rád gondoljanak ezzel kapcsolatban. Oké, okay, tehát még az egyiknél, amit a jövőbe mutató termékeknél sokkal föl lehet kelteni az igényt, vagy könnyebben föl lehet kelteni az igényt, addig azok a termékek, amik tényleg csak így gyorsan meg akarjuk vásárolni egy margarint, ott igazából csak azt tudod, segíteni, hogy miért a te margarinodat válasszák, és igazából nem arról szól a döntés, hogy így milyen szuper lenne margarint enni. Oké? Okay? És akkor még egy pillanatra térjünk vissza a, erre, ezekre a vágyrétegekre, ugyanis lesz a célcsoportodon belül olyan, aki már ezek közül, a rétegek közül már egy bejebbi rétegen van, tehát lehet, hogy te egy jövőben mutató valamit adsz el, de, de attól függetlenül lesznek olyan emberek, akik már értik igazából a külső vágyat, és már igazából a terméket keresik. Tehát, hogyha például maradunk a nyugdíjcélú megtakarításoknál, akkor a legtöbb embernél azt onnan kell kezdeni, hogy nem lesz nyugdíj, és, és milyen jó lenne, hogyha lenne. De azért vannak már egész sokan, akik erről azért így hallottak, és ők lehet, hogy valamilyen előadáson vannak mondjuk, vagy olvasnak egy cikket erről, és, és felkeltődik bennük az érdeklődés, és maguktól eljutnak oda, hogy oké, okay, csak kéne kötni egy nyugdíjcélú megtakarítást, és elkezdenek keresni. Ők egy teljesen más célközönség olyan szempontból, hogy nekik már nem kell egy óráig magyaráznod arról, hogy milyen jó lenne nyugdíjcélú megtakarítást indítani. Mindig onnan érdemes kezdeni a gondolatot, ahol az adott ügyfél tart. De honnan lehet tudni azt? hogy ki az az ügyfél, aki már bejebb van ezeken a vágyrétegeken, és akiknek már nem kell olyan sokat beszélni a motivációról, tehát aki már most motivált. Ugye ezt onnan lehet szerintem a legegyszerűbben megérteni, hogy mit csinál az az ember, aki már, aki nyugdíj célú megtakarítást keres mondjuk vagy, vagy konditermet keres, vagy egy közösséget keres, vagy a te témádban keres, hát rá fog keresni konkrétan a Google-ben. Éppen ezért azokat az embereket, akiket például Google keresőben tudsz elérni, és erre a témára keresnek, arra a kulcsóra, hogy nyugdíjbiztosítások összehasonlítása, vagy vagy a legjobb konditermek Budapesten. Nekik már nem kell magyarázni arról, hogy milyen jó lenne, hogyha edzenének, vagy milyen jó lenne nyugdíjra félretenni. Persze nem rossz, hogy ott egy egyébként a gondolatukat, a ami a fejükben van, azt összekötött gyorsan, és azt mondod, hogy ú, milyen tényleg fontos félretenni, szuper, hogy itt vagy, milyen nehéz választani a termékek közül. De ott már rögtön az ő problémájáról kezdesz el beszélni, és a termékválasztás. Problémáját hangsúlyozod, és nem pedig a nyugdíj problémát, hiszen azért keres rá, mert nyilván ő már érti, hogy félre kéne tenni nyugdíjra. Tehát azok az emberek általában, akik keresőből jönnek, Google keresőből, vagy kereső hirdetésből, ők már egy sokkal, úgymond, langyosabb célközönséget valaki már egy kicsit felmelegített, akik már értik azt, hogy, hogy miért van szükség a termékre, és ők mondhatjuk azt, hogy a, hogy a ha egy ilyen faként képzeljük el az ügyfeleket, egy ilyen gyümölcsfaként, akkor ők az alul csüngő gyümölcs, amit a legkönnyebb leszedni, hiszen őket már nem kell győzködni arról, hogy tegyenek félre a nyugdíjra, hogy kezdjenek el valamivel foglalkozni, ők azok, akiket a legkönnyebb leszüretelni, mert nekik már csak meg kell mutatni a legjobb megoldást, és vásárolni fognak. Ugyanez, hogyha minden a fényképezőgépet árul valaki, akkor ha rákeresek, hogy legjobb fényképezőgép vloggereknek, akkor igazából én még csak úgy próbálom megtalálni, az a, az a vágyam, hogy megtaláljam, hogy milyen fényképezőgépet vegyek, ugye? De még nem tartok ott, hogy tudjam a típusát. De ha valaki rákeres, hogy nem tudom, Sony XYZ készülék, akkor ő már konkrétan tudja, hogy mit szeretne, és neki már nem kell összehasonlítgatni a különböző fényképezőgépeket, neki egy jó árat kell, egy jó ajánlatot kell adni arra az adott fényképezőgépre, és akkor vásárolni fog. Ugye ő is már, ő, ő már a legbelső szintjén van ennek a, a vágy lépcsőnek, tehát ő már a legforróbb ügyfél, aki konkrétan rákeres a termékre. Hogyha pedig nagy tömegeket szeretnél elérni, sok embert szeretnél elindítani az úton, meg akarod őket győzni arra, hogy foglalkozzanak azzal a kérdéssel, amit te adni akarsz nekik, akkor pedig valószínűleg nem a kereső hirdetés lesz a legjobb megoldása számodra, hiszen nagy tömegeket azokat az ilyen display channeleken éred el, tehát vagy Google Display-ben tudsz például nekik hirdetni, vagy, vagy, akár a Facebookon tudsz elérni nagyobb tömegeket, akik bizonyos érdeklődést mutatnak, mondjuk nem tudom, a sport iránt, a pénzügyek iránt, a, vagy tudatosak, vagy híre, ilyen híreket olvasnak, vagy ilyen oldalakat néznek, de nem feltétlen vannak még azon a tudatossági szinten, hogy készek legyenek a vásárlásra. És ugye akkor te tudod őket felmelegíteni, és ez azért lehetőség, mert ha te melegíted fel őket, akkor valószínű, hogy nálad fognak vásárolni, hiszen ki tudod építeni ez alatt, a folyamat alatt a szakértői státuszodat, a bizalmadat, tudsz nekik értéket adni, és meg tudod mutatni, hogy te értesz ahhoz, amiről beszélsz, tehát a te témádról. Remélem, hogy ez így, így összességében így, így segített abban, hogy hogy miről is érdemes írni, akár hogyha kampányt csinálsz, akár hogyha prezentációt csinálsz, vagy, vagy, vagy értékesítesz, és miről érdemes beszélni, mi az, ami az ügyfeledet érdekelni fogja. A lényeg az, az hogy mindig onnan indítsd a gondolatmenetet, ahol egyébként ő tart, és ne veszély olyanról, ami nem érdekli, lehetőleg minél inkább arról beszélj, hogy az ő életére, az ő problémára, a jelenlegi vágyára te hogyan fogsz tudni megoldást adni, illetve ő hogyan fogja ezt tudni megoldani. Ha tetszett ez a videó, akkor légy nyomja egy, egy lájkot, like hogy lássam ami visszajelzést kapjak arról, hogy érdekelnek az ilyesmi videók, mert akkor szívesen csinálok egyébként többet. Hogyha pedig még nem tetted, akkor iratkozz fel a csatornámra, és köszönöm szépen, hogy itt voltál, sok sikert kívánok! Hajrá!